Szent Lukács könyvéből. Abban az időben a pásztorok sietve elindultak, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisdedet. Miután látták, elbeszélték mindazt, amit már korábban megtudtak a gyermekről. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. Mária pedig szívébe véste szavaikat, és elgondolkodott rajta. A pásztorok ezután hazatértek. Dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és hallottak pontosan úgy, amint előre megmondták nekik. Azután eltelt 8 nap, és körülmetélték a gyermeket. A Jézus nevet adták neki, mert így nevezte őt az angyal, mielőtt még anyja méhében megfogant volna. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvéreim, valahol ezt írja Pilinszky János: félek a nyárspolgártól, nem gyűlölöm, amiért szűk és korlátozott világban él, de félek tőle, mert világának túlnyomó fele formátlan és végtelenül sötét. A nyárspolgár tökéletesen más, mint a kis ember. Látszatra a kettő életformája azonos. Valójában homlok egyenest más. A kisember olyan, mint a hó alatt megbúvó mag. Szemben a nyárspolgár lappangó poklával, démonitásával. Igen, testvéreim, a betlehemi pásztorok kisemberek voltak. És tudták is azt, hogy kicsik, hogy bűnösök. De engedték, hogy berobbanjon a transzcendencia, a túlvilág. És hallották, hogy dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jó akaratú embereknek. A betlehemi polgárok voltak nyárspolgárok, akik nem tudtak helyet adni a szálláson egy várandós kismamának. Bizonyos szempontból ők testesítették meg a nyárspolgárt. Hogyan áll a kisember és a nyárspolgár a valláshoz? Látszólag külsőleg ugyanúgy. Mindegyik néha elmegy misére, néha imádkozik is, mintha ugyanolyanok lennének. Összeíráskor mindegyik bediktálja, hogy katolikus vagyok. De a katolikus azt jelenti, hogy egyetemes. És itt különbözik a kisember a kispolgártól. A kisemberben van egy rejtőző seb, talán a szívén. Míg ebben se különbözik a kispolgártól, annak is vannak sebei. De a kisember tudja, mire felnőtt lesz, hogy van egy seb, amit semmi e világból való gyógyszer, manipulálás, ezoterika nem gyógyítja meg. Csak Isten. Imádság, a ritka miselátogatás alkalmával ez a seb vérezni fog, majd egy kicsit beheged. A kispolgár elfelejti, hogy a szívén van egy ilyen seb. Jól berendezett kis világába integrálja. Beszélet a pap, akár egy viennei Szent János, vagy akár egy Pázmány Péter, szólat a karácsonyi orgona, és énekelhet a nép, s fölmutathatják az ostját, mindez neki ugyanolyan kelléke a karácsony estének, mint a halászlé, a fenyő illat és a bejgli íze. Ő zárt világban él. Valójában a kereszténység és a nyárspolgárság összeegyeztethetetlen. És amikor látszatra sikerül összeegyeztetni, akkor a kereszténység devalválódik.
Igazából a nyálspolgár integrálja, beépíti pszichológiai, biológiai, társadalmi életébe a kereszténység lényegét olyan értelembe, mintha az egy mozzanata lenne az evilági életnek. Hát misére is el kell menni néha, mint ahogyan bevásárolni is kell. Tovább a költő. 20. század egyik legnagyobb gondolkodója, a Pilinszky ezt írja. A kispolgárnak háza, kertje és kutyája van. Én nem ezért bírálom. Félek tőle. Félelmemet a kispolgár elhanyagolt, elnyomott belső világa kelti, ami nem egyéb, mint a tudat alá szorított mindenség. Ami házát, kertjét, kutyáját illeti, ezeknek legfeljebb örülök, ha mindjárt halványan mosolyjal is, mert ezek legalább láthatók. Ezeket befogadta az életébe és a tudatába. Félnén attól félek, amit a kispolgár nem mer vállalni az emberi lét egészéből. Attól a kerttől, aminek nincs égboltja. Megpillantva a kispolgárt, én egy letagadott, be nem vallott és torzult mindenséget látok a lelke mélyén. És ha szóhoz jut a társadalomba, akkor ez a kispolgár habozás nélkül elhagyja házát, kertjét, kutyáját, és az elnyomott és deformált belső univerzum mintájára berendezi a koncentrációs táborok világát. Mert Hitler és Stalin nem volt zseni, nyárspolgár volt, gondolkodni is alig tudott. Szólamokat ordítoztak. Egy torzult belső világ szót kapott. Hogy kaphat ilyen mikrofont? Hogy szavazhatnak rá? Testvérek, van valami elborzasztó abban, hogy a szovjet birodalomnak egyik, a vezető ember eljött ide, és láttam az arcán azt a végtelen középszerűséget. Hála Istennek, ritkán jutnak szóhoz. Mi ment meg minket attól, hogy nyálspolgár legyünk? Hogy elnyomott, deformált, tudat alá szorított mindenséggel éljünk a bensőkben. Három lépés ment meg ettől, három lépcsőfok. De egyiken sem szabad megállni, csak a legfelsőn, mert akkor nagy baj lesz. Az első, az egészséges, Isten kegyelméből és megvilágosításából nyert éles és fájó bűntudat. Keresztények nem biztos, hogy jobbak, mint a többi embernél, de többet tudunk a bűnről. A sajátunkról, nem a másikéről. Ma számtalan iparág dolgozik azon, hogy ez benne következzék. Sőt, már a fiatalokat úgy nevelik, hogy a bűn nem bűn. Egy deformált, undorító, büdös és rohadt belső világ épül ki egy csinos testben. Egy torzult mindenség. A bűn megbocsáthatatlanságának első tapasztalata fontos, hogy egy igen fájó szót mondtál utoljára neki, és meghalt. Egy mozdulat, amit tettél az ellen, aki szeret téged, a bűn jóvá tehetetlen. Ez a bűn hiába valósága. Magadat nem oldozhatod fel, aki már nincs, azt hogyan tudod, hogy feloldozna? Nincs bocsánat. A nincs bocsánat rettenes tapasztalata az első lépés, hogy ne legyek nyálspolgár. Mondom, ez lehet egy arckifejezés, egy elrontott karácsonyi hangulat, amely el van rontva. A kispolgár ezt integrálja a ház, a kert és a kutya szintjére. A háznak is leviszi a szél a cserepeit, Istenem. A kertet elöntheti a víz, a kutya pedig bepiszkíthat a hálószobába. Na hát, ilyen a bűn is, ez az élettel jár.
nem jár az élettel. Az életet teszi tönkre. Dávid király óriás. Egy király, aki megkíván egy nőt, meggyilkoltatja a feleségét, és Betsábét magáévá teszi. Ugyan már, ez az udvarban nem bűn, és Dávid megkapja azt az ajándékot, hogy nem lehet megvigasztalni. Ez az 50. Zsoltár, ezen nőtt fel a kereszténység. Ha a bűnöm piszok, akkor most meg engem izsóppal is megtisztulok, de nem az. Ha bűnöm valami szégyentelen dolog, fordítsd el, Uram, az arcodat, de te mindent látsz. És ekkor mondja ki, bűnben fogadott az anyám. Az Istentől való tökéletes elszakadás bennünk van, mint lehetőség. Ő pedig megtapasztalta. És ekkor mondja ki azt a szót, ami nélkül Krisztus érthetetlen. Teremts bennem tiszta szívet. Cserélj ki, de mégis én legyek. Testvérek, itt kezdődik a szent. Ezért hívjuk a híveket Szent Jónás a karácsony előtt. De nem olyanra, hogy nem loptam, nem gyilkoltam, nincs bűnöm, mert ez istentelenség. Légy szíves, gyógy meg rendesen. De itt megállni, hogy nincs igazában a világban bocsánat a bűneimre, katasztrófa lenne. A kispolgár által választott menekülés tulajdonképpen egy ideig óráig egészséges menekülés, mert nem akar megbolondulni. De a belső világa bolondul meg. Kívül rendben van minden. Testvérek, ezt érzi az ember. Elmegy egy családhoz, és ugyanarról beszélünk, hogy kutya, ház, meg nem tudom mi. És érzem, hogy mögötte ott van az égbolt. Isten, örök élet. Egy másik család ugyanerről beszélek, és nincs mögötte semmi. A kispolgár nem meri átélni a bűnét, pedig az van. Elfojtja. Persze, aki rádöbben a bűn megbocsáthatatlanságára, és vele szembenéz, és nem menekül Jézus Krisztushoz, a keresztre feszített Istenhez, annak az útja a pszichiátria. A pszichiátrián sok beteg világosabban lát, mint a kispolgár. Ők sokszor tisztán látnak. A föl nem oldozható bűnt látja. De ez az első lépcső. Itt, aki megáll, az tönkre megy. Itt dől el az, hogy valaki Istené lesz-e. Szent lesz-e. Hogy rögtön a második lépcsőre kell lépni, ahol téged Jézus szól, szólít. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akiknek megbocsátjátok bűneit. A földön bocsánatot nyer az égben. A földön nincs bűnbocsánat. Ha az égből nem jönne, akkor nem oszthatnánk ki egymásnak sem. Ez a második lépcsőfok az irgalmas Isten. Jézus, akinek a neve azt jelenti, hogy Isten szabadító. Íme az Isten bárány, aki elveszi a világ bűneit. Ezen a második lépcső lehet belépni a Krisztus egyházába. Se az nem léphetne be, aki úgy tudja, hogy nincs bűn, sem az, aki úgy tudja, hogy nincs bocsánat. Persze a templom ajtónál nincsenek ellenőrök. Nem nyomozzuk le a lelkét, hogy milyen állapotban van. A katolikus egyház nagyon nagy vonalú. Együtt lehet önámító és nyárspolgár. Együtt lehet szenvedő és síró bűnös a legnagyobb szenttel, mert tudjuk, hogy az Istennek van ideje, az Isten irgalmas. Igen. Testvérek, ezért mutogatnak ránk, hogy ti se vagytok jobbak, az templomba jártok. Nem a jóságról van szó, hanem mi tudjuk, hogy minket feloldoznak. Ti pedig attól őrültök meg,
hogy nincs bocsánat. És két utat találtok ki, vagy nincs bűn, hát ezzel belül rohadtok meg, vagy nincs, aki megbocsásson az égben, ettől pedig a környezeteteket teszitek pszichiátriai osztályá. De a Szentegyházban nem a végső dolog a gyóntatószék, nem, hanem a szent áldozás. A harmadik lépcső. És erről szól Pál. Most értünk a Galata levélhez. Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte fiát, ki asszonytól született, alávetette magát a mózesi törvénynek, hogy felszabadítson minket a törvény szolgaságából. Vagyis abból, hogy a kereszténység nem erkölcsi szint. Nem azt jelenti, hogy bűn meg nem bűn, és én örökké e között szét vagyok szedve. Ez nem kereszténység. Ez zsidóság. Ez készület arra, hogy megjelenjen az Isten fia, és Isten gyermekséget adjon nekünk, hogy a három isteni személlyel szeretett kapcsolatba lépjek. Ekkor ez a sebzett szív dobogni kezd. Valami csodálatos élet indul el. Az ember szeretni kezdi az Istent. És Isten szeretheti az embert. Testvérek, persze gyarlók maradunk. Újra és újra kérjük az egyház szolgálata által a bűnbocsánatot, de az életünk már nem itt van. És én csak ezt kívánom az új esztendőbe, hogy ide lépjünk föl. Lehet, hogy még meg fog lepni bennünket a bűn. Lehet, hogy elbukunk. De az életünk már nem a törvény, nem a tíz parancsolat, hanem a kegyelem. Ez az a szint, amelyet Akvinói Szent Tömás imádsága olyan csodálatosan elénk tár. A szülőfalumba egyszer egy hat elemit végzett asszony ezt kívülről elmondta nekem. Imádkozzátok velem. Így induljunk az új évbe. Rendezd Istenem állapotomat, és amit akarsz, hogy cselekedjem, ott, hogy tudjam, és úgy vigyem véghez, amint az szükséges és hasznos lelkemnek. Sem a jó, sem a bal sors ne ártson nekem, Uram, Istenem, hogy amabba el ne bizakodjam, emebbe el ne csüggedjek. Semminek se örüljek, vagy búsuljak, csak annak, ami hozzád vezet, vagy tőled elvezet. Senkinek se óhaj csak tetszeni, vagy féljek nem tetszeni, mint egyedül neked. Veszíts el értékét előttem minden, ami mulandós, legyen drága minden, ami örökké való. Legyen terhemre minden öröm, amely nem reád vonatkozik, és ne kívánjak olyasmit, ami kívüled van. Gyönyörködtessen, Uram, minden fáradalom, mely éretted van. Így gyötörjön minden nyugalom, amelyből te hiányzol. Add Istenem, hogy feléd irányítsam szívemet, és ha megbotlanám, javulási szándékkal sirassam vétkemet. Tégy engem, Uram Istenem, engedelmessé ellentmondás nélkül, szegényé, lealacsonyulás nélkül, tisztává romlás nélkül, türelmessé zúgolódás nélkül, alázatossá képmutatás nélkül, vidámmá kicsapongás nélkül, komolyjá komorság nélkül, fürgévé könnyelműség nélkül, istenfélővé kétségbeesés nélkül, igazzá kétszínűség nélkül, jókat cselekvővé elbizakodottság nélkül, fele barátaimat figyelmeztetővé döjfösség nélkül, őket szóval és példával követésedre buzdítóvá tettetés nélkül. Adj nekem, Uram Istenem, éber szívet, melyet el nem terel tőled semmiféle kíváncsi gondolat. Nemes szívet, mert le nem alacsonyít semmiféle méltatlan indulat. Egyenes szívet, melyet félre nem vezet semmiféle helytelen szándék. Erőset, melyet meg nem tör semmiféle megpróbáltatás. Adj szabad szívet, mert le nem győz semmiféle erőszakos óhajtozás. Adj, Uram Istenem, elmét, mely megismerjen téged,
szorgoskodást, mely keressen téged, bölcsességet, mely föltaláljon téged, társalgást, amely gyönyörködtessen téged, álhatatosságot, mely bizalommal várjon téged. Büntess a penitencia által, attól, hogy felhasználjam a földön jó téteményeidet a kegyelem által, és élvezzem majd az örök hazába örömödet a dicsőség által, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.